harmadik negyedévre áttekintése, illetve a negyedik negyedévre előre tekintve az Egyesült Államokban mi az, amit látunk, mi az, amit várunk. Azt kell mondani, röviden összefoglalva, hogy szinte tökéletes állapotú gazdasággal szembesülünk. Ugye továbbra is a világ legerősebb gazdaságáról van szó, amit ha elkezdjük nézni a különböző aspektusait a gazdaságnak, látjuk azt, hogy több évtizede van, hogy fél évszázada nem látott erősségű ütemet látunk. Munkaerőpiac tekintetében 69 óta nem volt ilyen alacsony munkanélküliség, a havonta megjelenő munkaerőpiaci statisztikák folyamatos, stabil munkaerőpiaci bővülésről beszélnek, ezeknek a megosztottsága az egyes szektorokban erőteljes, tehát nem lehet azt mondani, hogy egy szektor, egy húzó ágazat van az, ami segíti a gazdaságot. A korábban elmaradt bér növekedés is úgy tűnik, hogy végre magára talált, a legutóbbi októberi adatból már 2009 áprilisa óta nem látott 3,1%-os átlagos órabér növekedést láthattunk. Ugye ez az, amit korábban mind a Fed, mind a kormányzat tagjai hiányoltak, hogy ez a bérnövekedés nincsen meg. Viszont ez a fajta bérnövekedés még nem ad okot arra, hogy az infláció ténylegesen elszabaduljon. Stabil 2% egy banki célnak megfelelő 2% közeli árdrágulást látunk az idei évben, és a jövő évben is, ugye magának a jegybanknak is lehetetlenül 3 évben folyamatosan 2,1%-os inflációs előrejelzése van, tehát arra számítanak, hogy ez stabilan fog maradni, igazából nincsen ok, ami arra utalna, hogy ez bármilyen irányban lényegesen, pláne hosszú távon elmozdulja. Ennek ellenére szükség van további jegybanki szigorításra, ugye ezt a jegybankelnök különböző csatornákon keresztül többször kommunikálta már, ugye most ma fejeződik be a novemberi kamatdöntülés, és nem lesz változással a kamatpolitikában sem a kommunikében, de decemberben, december 19-én már egy újabb 25 bázispontos kamatemelésre számítunk, a piac is, mindenki. Így 2,5%-os alapkamattal fejezi be a 2018-as évet az amerikai gazdaság. A jövőre a Fed saját számításai szerint további 3 szigorítás várható, egyelőre ebből 2 van az, amit a piaci jelenlegi árszintek tartalmaznak. Látjuk azt, hogy ilyenfajta munkaerőpiac, ilyenfajta stabil infláció mellett szükség van azért egy olyan fokozatos szigorításra, ugye ezt már bőven kommunikálták korábban, hogy ez az, amihez tartják magukat. Mindennek eredője az, hogy ugye a második negyedéves 4,2%-os GDP növekedés után az előzetes várakozások, számítások alapján a harmadik negyedévben ez 3,1%-ra körül le csökken vissza, de ez még mindig egy erőteljes növekedésű ütem, hiszen ahogy már említettem, a világ legnagyobb gazdaságáról van szó, ez ilyen 3%-os növekedés, az kifejezetten kedvező. Nagy szerepe van ebben a 3%-os szinten egyrészt a készlethatásnak, készletfelhalmozásnak is, illetve a tavaly év végén megszabadott adó csökkentésnek, ugye ez egy nagyon erőteljes 30%-os vállalati adó kulcs csökkenést is tartalmazott. Ez szépen lassan kifut ugye a jövő évre, ott már nem érződik ez a hatás, és a jegybanki várakozásokkal összefüggésben szépen lassan csökken majd ez a gazdasági növekedési ütem, de továbbra is növekedésről beszélhetünk. Megint visszautalva, a jegybanki várakozások, ők 2020-ra 1,8%-os növekedést várnak. Fele mondhatjuk durván a második negyedéves szinteknek, de akkor is azért egy erőteljes növekedést látunk. Mindemellett ugye egyrészt hátráltatja a jegybanki kamatemelés, illetve az elnök által kedvelt kereskedelmi háborús csatározások. Túl vagyunk a félidei választásokon, papírforma szerint alakultak az eredmények, ugye a demokrata többségű alsóházunk lett és növelte előnyét a republikánus felsőház. Ez a megosztott törvényhozás igazából kedvező lehet a piac számára, meglepetés semmiféleképpen sem tartalmazott az eredmény. Amire lehet számítani, hogy a törvényhozás így nehezebbé válik, de ennek ellenére nem áll meg teljesen, tehát vannak továbbra is olyan témák, amelyek kedveltek mind a két fél számára. Ezek közül talán a legfontosabb, ugye még a választási kampányban is szerepelt az infrastruktúra beruházás, szükség van rá, tér is, hely is van rá, pénzt meg elő lehet rá teremteni. Emellett ugye az egészségügyben van hely, reforma, főleg a gyógyszerárak tekintetében, hogy a gyógyszerár képzés meglehetősen különleges módon zajlik az Egyesült Államok, hát szinte szabad piaci alapon zajlik az egyes gyógyszerek megállapítása, éppen van tér állami intervencióra.
A megosztott kongresszus nem akadályozza meg, hogy az elnök továbbra is aktívan folytassa a kereskedelmi háborút, ugye ez elnöki jogkörhez tartozik, így a most már látjuk, hogy kiéledetten Kínával szembeni harc voltak éppen, az folytatódhat. Számítunk arra, hogy előbb vagy utóbb, ebből sajnos inkább az utóbb lesz, valószínűbb lesz megállapodás Kínával, de ez bőven majd 2019 folyamán, itt az év végén nem hiszük, hogy a G20 csúcson bármi olyan történhetne, ami párfordulatot okozna, továbbra is kedvelt ez a Kína súlykolás a retorikában. Még nem érezhető teljes mértékben a vámháború hatása a gazdasági adatokban, nyomokban már megfigyelhető, a vállalati eredményekben egyre inkább érződik, főleg ugye az acél és alumínium vámok, amiket tavaly tavasszal vezettek be, azoknak van negatív hatása, összességében a vállalatok nagyon jól érzik magukat, nagyon jó az eredménytermő képességük, itt az adócsökkentés, ez egy óriási löketet ad nekik, ez a jövőre majd szépen kifut, de egyre többen fogalmaznak meg óvatos, már negyedik negyedévre vonatkozó várakozásokat, nem csak a vámok miatt, hanem a negyedre növekvő munkabérterhek miatt is, tehát éppen ezáltal van egyfajta visszafogott vágy a várakozása jövő évre vonatkozóan. Ami pozitív fejlemény az elmúlt hetekben, az mindenféleképpen az olajárnak a csökkenése. Ugye megvédték az iráni szankciókat, viszont szerintem mindenkit meglepő, hogy a 8 országra kiterjesztve adtak mentességet fél évig, amíg ezeknek a szankcióknak meg kell felelni. Éppen ezáltal mondhatjuk azt, hogy fél évig van ideje mindenkinek átalakítani a bevételét, illetve az olaj felhasználási módját. Látjuk azt, hogy az olajár ugye 4 éves csúcsról, október 1-re 75 dollárról, hogy amerikai közolajat nézzük. Most már közel 20%-os csökkenésben van. Azt lehet mondani, hogy általánosságban ez a 60-70 dollár közötti ársában, megint amerikai könnyolajat nézve, ez kedvező mind a kitermelőknek, mind a felhasználó országoknak. Nem hiszem azt, hogy tartósan fölé mehetnénk, kivétel ugye egy-két ilyen iráni szankció helyzet. Ugye a Venezuela folytatódó hanyattását úgy tűnik, hogy mind az amerikai rekordszintre törő kitermelés, illetve a szaúdi meg az orosz folyatkozott kitermelés ellensúlyozni tudja. De érdekesség az, hogy most már Amerika a világ legnagyobb olajkitermelője, folyamatosan növeli a kitermelését, annak ellenére, hogy jelentős infrastruktúrális korlátozásokkal szembesül a csővezeték hálózatában, tehát lehet arra számítani, hogy a jövő év fél idejére még erősebb amerikai kitermelési szintekkel számolhatunk, részben emiatt is furcsa mód összhangban a nemzetközi energiaügynökségek azt állítják, hogy a jövő év első negyedében túlkínálat lehet megint az olajárpiacán, ez megint a felé hat, hogy ezek a 75 dolláros szintekkel egy legalábbis ideig óráig el kell, hogy tekintsünk. Az biztos, hogy a kereslet még tartja magát, ugye jelentős gazdasági növekedésünk van a fejlett, ugye Amerikában, de azért európai eurózónában is, és a távol-keleten is van az a stabil átalakulás, ami biztosítja azt a keresletet, hogy ne legyen megint nagyon olcsó, ez ugye az 50 dollár alatti szinteket jelenti, ez alatt az olajára.